Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, megkezdődött július 1-én az évek óta rendszeresen elrendelt nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Szibert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal agrárfőosztályának főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm, és a nézőket is. Nos, hát számtalan hírt kaptunk már. Ugye Erdős Norbert államtitkár és az Agrártárc államtitkára is elmondta, hogy idén fokozottan ellenőrzik a nyári fesztiválokat, de ez egyébként mindig így van. Most azonban különlegesen fontos, hiszen több mint egy esztendő után kiszabadultunk, ahogy tetszik, megszűnt a koronavírus járvány okán elrendelt távolságtartás, maszkviselés és így tovább. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a fesztiválok, rendezvények új életre keltek, és hát a vásárok nem különben, hogy akkor mi a helyzet itt. No, hát akkor kezdjük talán a vásárokkal. Egyre több van itt Székesfehérváron, Fejér megyében is olyan találkozók, amelyek nagyon hiányoztak, ugyanakkor nagyon fontos a minőség, és hát akkor vágjunk bele. Kezdjük a vásárokkal. A vásárokon szintén lehetőség van élelmiszerek forgalmazására is, bármilyen vásárról is legyen szó. Azt azért tudni kell, hogy bár most van egy ilyen nagy fellélegzés, nagy lehetőségek a rendezvényszervezőknek, de az élelmiszerbiztonságra ugyanúgy oda kell figyelni. Ezekért továbbra is az egységek, a vállalkozók felelnek, hogy mindent betartsanak. Nagyon fontos az, hogy a vásárokon úgynevezett nem állandó élelmiszerforgalmazó vagy vendéglátó egységekből történik az árusítás, de itt is biztosítani kell azokat a körülményeket, mint hogyha az egy fix, egész évben üzemelő egység lenne. Tehát kell tudni biztosítani hideg-meleg vizet, kell tudni biztosítani a hűtési lánc betartására megfelelő számú hűtőt, illetve nagyon fontos, hogy az ott készült termékek alapanyagai megfelelő számlával, szállítólevélen rendelkezzenek, ugyanis amellett, hogy az ellenőreink vizsgálják a higiéniát, mind a személyi, mind a technológiai higiéniát, emellett nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, vagy helyezünk a nyomonkövetésre. Ugye a nyomonkövetés azt jelenti ebben az esetben, hogy a vállalkozónak az egyel hátra lépést bizonyítania kell, tehát hogy honnan származnak azok az alapanyagok, amelyeket ő felhasznál a termékeihez. Utána nagyon fontos a belső nyomonkövetés is, tehát hogyha ő elkészít valamilyen köztes terméket, és mondjuk azt hűtőbe teszi, vagy tárolja, akár keleszti, akkor azt jelölnie kell, hogy mindig bizonyítható legyen, hogy mikor készült az a termék. Tehát a kiemelt figyelem mindenképpen a vendéglátóipari egység, tehát akik élelmiszert kínálnak, aztán a street foodok, az utcai vendéglátás, mozgóbüfék, ez egyaránt vonatkozik. Így van, így van. Hál' Istennek már külön vállalkozások foglalkoznak azzal, hogy a jogszabályoknak megfelelő mozgóárusító, úgymond lakókocsikat vagy buszokat készítenek, és ezt csak a vállalkozónak vagy bérelnie, vagy meg kell vennie, és az mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tehát továbbra is nagy figyelem kíséri a higiéniát, mert azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma bizonyos értelemben ez, bár a számladási kötelezettséggel is voltak néha problémák, de úgy tűnik, hogy az előző évi beszélgetéseink alapján valamit javult a helyzet. Azt gondolom, hogy a vállalkozók egyre inkább odafigyelnek a higiéniai követelményekre. Most egy újabb könnyítés lépett életbe a vállalkozások részére július 1-től, hogy nem kell hatóságunktól külön engedélyt kérni. Ez biztos, hogy egy könnyítés, de egy nagyobb felelősség a vállalkozó részére, ugyanis a nyitás előtt nem fognak minden esetben külön szemlét végezni a hatóság munkatársai, tehát úgy kell megkezdeni az üzemelést, hogy az a jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályok, a higiéniai jogszabályok nem változtak, csak egy plusz engedélyezési folyamat nem fog lezajlani, tehát már az üzemelés közben fogjuk ezeket az újonnan megnyíló egységeket ellenőrizni. De természetesen lehetőséget biztosítunk, amennyiben a vállalkozó kéri,
hogy még az üzemelés előtt végezzünk egy hatósági szemlét, erre is lehetőség van, és ilyen esetekben a hatóság kimegy, és azokat a hibákat, amelyekre mondjuk nem figyelt oda a vállalkozó, még az üzemelés előtt felhívja a figyelmet. A gyermekes szülőknek nagy könnyebbség, hogy lesznek az idén már vannak is gyermektáborok, ifjúsági táborok. Itt mi a helyzet, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy itt azért napi háromszori étkezés van, és korán sem mindegy, hogy milyen körülmények között kapják meg azt a reggeli ebéd vacsorát a gyermekek. Így van, tehát általában ezek a táborok két nagy csoportra oszthatók, az egyik, ahol helyben főzés történik. Ezekben az egységekben mindennek meg kell felelni, ami egy vendéglátó egységre előírás, előkészítő helyiségekkel, vagy kezdjük onnan, hogy a személyeknek megfelelő higiéniai tudással, illetve emellett még egészségügyi kiskönyvvel is rendelkezniük kell. Emellett a magának az egységnek előkészítő helyiségekkel kell rendelkeznie megfelelő számú hűtővel, és hát akkora mérettel, hogy a tábor valamennyi lakóját ki tudja szolgálni. Emellett egyre több olyan táborral találkozunk, ahol vagy csak melegítés folyik, tehát készen vásárolják az élelmiszer vagy az ételeket, és úgynevezett kiszolgáló konyhákkal rendelkeznek. Itt pedig a melegentartást kell biztosítaniuk, és a megfelelő higiéniai körülményeket a kiszolgálásra, és utána pedig az edények elmosogatására. Mind a két egységre viszont előírás, hogy egy belső ellenőrzési rendszerrel, egy HACCP rendszerrel kell rendelkezniük, és folyamatosan vagy a melegentartás hőmérsékletét, vagy a hűtőknek a hőmérsékletét dokumentálniuk kell. És ugye itt van még a harmadik, akik eljárnak ebédelni, az meg természetesen ugyanaz, ami az egyéb vendéglátóipari egységekre vonatkozó szabályokat kell betartani. Így van, ezekben a táborokban ugye nem történik étkeztetés, tehát itt akik eljárnak valamilyen vendéglátó egységbe, vagy közétkeztető helyre, ezekben a táborokban az élelmiszerbiztonsági hatóságnak nincs feladata. Nagyon fontos kérdés, és érdeklődéssel olvastam itt a tájékoztatóban, hogy kiemelten vizsgálják a vegán termékeket. Ennyire fontos a jelenkor élelmiszerei között a vegán termék? Egyre nagyobb a társadalomnak az a szegmense, akik különböző állati fehérjéktől mentesen szeretnének étkezni. Erre meg ki is alakult a piac, akik ilyen termékeket árusítanak. A hatóságnak itt az a feladata, hogy laborvizsgálatokkal igazolja az állati fehérje mentességet, tehát úgymond egy ilyen fogyasztói biztonságot kell, hogy teremtsünk azzal, hogy tényleg nem csapják be a fogyasztót, és megfelelő fehérjepótlókkal helyettesítik az állati fehérjét. A húskészítményekről beszéltünk röviden, viszont arra, hogy mire kell kiemelten ügyelniük ilyenkor az árusoknak? Hát a nagy meleg az nem csak az emberekre, hanem sajnos a gépekre is rossz hatással van, ezért a hűtők gyakorta nem tudnak jól működni egy-egy ilyen egységbe, tehát fokozottan kell figyelni arra, hogy a hűtési lánc nehogy megszakadjon. Ugyanis a húskészítményeknél nagyon fontos, hogy a gyártó által előírt hőmérséklet, ami általában 10 Celsius fok alatti hőmérsékletet jelent, hogyha ezt nem tudja valaki biztosítani egy forgalmazó egységben, akkor a lejárati idő már nem érvényes. Tehát ha ilyet tapasztalunk, akkor sajnos amellett, hogy elkobozzuk azokat a termékeket, a vállalkozónak a megsemmisítésről is gondoskodnia kell, illetve bírság is kiszabásra fog kerülni. Fontos kérdés a hűtés továbbra is természetesen. Korán sem mindegy, hogy mi van a hűtőben. Ezt is ellenőrzik, hiszen a hús együtt a bármi mással az nyilvánvalóan nem helyes. Természetesen a szakosított hűtvetárolás az ilyen forgalmazó és vendéglátó egységeknél előírás,
tehát a csomagolatlan hústermékek nem lehetnek együtt zöldséggel, illetve a különböző hústermékeket is érdemes egymástól elkülönítve tárolni, ugyanis például a baromfihúsokat 420 fok alatt kell tárolni, míg az emlős állatok húsát, tehát ott a sertésre, szarvasmarhára, birkára gondolok, itt elegendő a 720 fok alatti tárolás. Megérkeztünk a szezon slágereihez, hát nyilvánvaló, kezdjük a lángos pizza, palacsinta, bár a pizza az mindig, de azt gondolom, hogy a lángos. Az a tapasztalat, hogy az most mindegy, hogy mennyi az ára, de borzasztóan megnőttek az árak, de ezzel nem is szándékozunk most itt foglalkozni, viszont a minőség is romlik. Erről mit tudna mondani? Hogy lehet ezt ellenőrizni? Hát a végzünk készételeknél is úgynevezett organoleptikus vizsgálatokat. Ez azt jelenti, hogy egy bizottság egymástól elkülönítve több embert kell elképzelni, mint ízre, mind illatra, mind állagra vizsgálja az ételeket, amellett, hogy még mikrobiológiai vagy analitikai, tehát kémiai vizsgálatokat is végeznek a laborokba, és így ennek az ötös fogatnak az egységeként fog kijönni a végeredmény, hogy az a készétel, legyen ez akár pizza vagy lángos, tehát bármilyen készétel, az megfelelő-e, fogyasztásra alkalmas-e. Hát a minőség az ugye nehezen megfogható, valakinek ez ízlik, valakinek más ízlik, de vannak olyan minimális követelmények, amiknek meg kell felelni. Követelmény ugye nyilván most már elterjedtek hazánkban is a helyettesítő termékek. Tehát nem tejföl van, hanem valami más, vagy felvizezik, és a többi, ez gyakori tapasztalat. Emellett ugye nem dió van, hanem dejó. Aztán van olyan, hogy nem sajt, hanem bármilyen növényi készítmény, amit sajtként tesznek a lángosra például, de a palacsintáknál ez tetten érhető. Ezt vizsgálják? Természetesen ebben a nyári időszakban, ebben a célellenőrzésben ez egy kiemelt célterület is a helyettesítő termékek. Ezekben az esetekben, ugye, hogyha ez forgalmazó egységben történik ez az ellenőrzés, akkor egyértelmű, hogy a jelölésen nem szabad például egy friss föl esetében semmilyen tejre utaló megnevezést látni a címkén, de ugyanez ez igaz lehet hústermékeknél is. A lényeg, hogy a fogyasztót mindig tájékoztatni kell arról, hogy milyen terméket fog kapni. Tehát, hogyha a diót dejóval helyettesítik, akkor azt arról tájékoztatni kell a fogyasztót. Ez lehet kiszolgálásos árusítás esetén szóban is, de meg kell ezt tenni. No, hát a másik pedig a piacok. Nyilvánvaló, hogy most bármerre járunk itt Székesfehérváron, a nagy piac, a belvárosban, illetve a Jancsár piacon azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a kínálat, tehát megjöttek a szezonális zöldségek, gyümölcsök. Ez most az árat hagyjuk, hiszen ez nem is fontos, de a minőség ellenőrzés során mit tesznek önök? Végzünk ebben a kiemelt ellenőrzésben, de az egész év folyamán is zöldség-gyümölcs ellenőrzéseket. Ilyenkor először mindig a nyomon követéssel kezdjük, tehát az áru eredetére keressük a bizonyítékokat, ugye számlával, szállítólevéllel lehet bizonyítani, illetve hogyha őstermelő árusítja a saját portékáját, akkor pedig azt is vizsgáljuk egy nyomonkövetési ellenőrzéssel, hogy rendelkezik-e egyáltalán olyan területtel, ahol ezeket a termékeket meg tudja termelni. A nyomonkövetési ellenőrzés után úgynevezett biztonsági ellenőrzést is végeznek a zöldséggyümölcsöknél, tehát, hogy megfelelően tárolták-e, és így nem penészes, nem rohadt-e az a termék. Ha ilyet találunk, akkor ugyanúgy jár, mint bármilyen más termék esetében, kivonjuk a forgalomból, és
a tulajdonosnak meg kell ezt semmisítenie, illetve bírság is kiszabásra kerül. Ez a minőségellenőrzés vonatkozik a borászati termékre, alkoholra is, hiszen nagyon is jól látjuk, hogy az ilyen piacokon azért egyik oldalról nyilván üvegben, tehát csomagolt termékként is árusítanak, másrészt pedig, hát ugye arról még nem beszéltünk, hogy a különböző vendéglátó egységekben is pedig nem bódékat mondok, hanem tehát a mozgóárusok is árusítanak alkoholt. Így van, külön egységünk vizsgálja az alkohol, illetve az alkoholos termékek gyártását, forgalmazását. Ez így van ebben a mostani ellenőrzési ciklusban is. Fejér megye külön feladatot is kapott a külföldről származó pezsgők ellenőrzésével. Minden megye más és más területeket ellenőriz, de emellett természetesen vizsgáljuk a vendéglátó egységekben az eredetet. Mindegyik forgalmazásra kerülő bor esetében úgynevezett nébihes számmal, egy lotszámmal tulajdonképpen kell rendelkeznie a boroknak. Ez bizonyítja azt, hogy azt a tételt bevizsgálta a laboratórium. Tehát a pálinkákra, nyilván a házi készítésű pálinkákra ugyanez vonatkozik? Így van, ami közfogyasztásra kerül, az mind csak ellenőrzött helyről származhat. Egy valami kimaradt, a fagyi, hiszen a fagyi a leginkább a slágertermék. Itt Székesfehérváron is, ha járjuk a főutcát és környékét, azért látjuk, hogy jószerivel mindenki kitelepül ma már, és ez így van rendjén. De milyen a minőség, hiszen azt azért tudni kell, hogy nagyon sok fagyiárus van, nagyon sokféle fagylatot árulnak, és nem tudjuk az eredetét, tehát ez nyilván ezt is ellenőrzik. Természetesen idén is kiemelt célterület a fagylat, illetve a jégkásra, ezt nagyjából egy csoportba vonnám. Ilyenkor egyrészt, ahogy minden egyes ellenőrzésnél a nyomonkövetéssel vizsgáljuk, hogy miből is készült, illetve honnan származik az a fagylalt, mert azért a fagylaltozók jó része nem helyben készíti a fagylaltot, hanem valamilyen üzemből származik, és úgy árusítja, főleg a kitelepüléssel dolgozó egységek, és azokban az üzemekben pedig elvégezzük azokat a higiéniai vizsgálatokat, hogy megfelelő módon, megfelelő alapanyagokból készül-e a termék. A forgalmazó egységekbe pedig figyeljük a hűtési láncot, figyeljük a kiszolgálás minőségét. Ugye itt a fagylalt is egy veszélyes termék, de az az ostya is, amiben belekerült, tehát a töltsérnek is megfelelően higiénikusan kell, hogy tárolják abban a forgalmazó egységbe, és a kiszolgálás is lehetőleg a kézérintése nélkül kell, hogy megtörténjen, de egy biztos, hogy azzal a kézzel, amely a pénzt kezeli, nem lehet a töltsérhez nyúlni. Számlaadási kötelezettség. Ebben az elmúlt időszakban javulás volt, ugye erről már beszéltünk, de most mi várható, hiszen tudjuk, hogy akkor megrohamozzák itt most a kisboltokat, az egyéb vendéglátóipari egységeket. Betartják a szabályokat a gazdák? Hát erről csak közvetett információim vannak, ugye az Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság ilyen ellenőrzéseket nem végez, viszont a NAV munkatársaival van, hogy közös ellenőrzéseket végzünk, és ők végzik a számlaadási kötelezettség betartását, mi pedig az élelmiszerbiztonsági szabályok betartását. Hát bízunk benne, hogy ilyen idő marad, bár sokaknak már túlságosan meleg van, de én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány okozta a problémák után nagyon fontos a nyitás, fontos azoknak az embereknek, akik ezekkel az üzletekkel foglalkoznak, úgyhogy bízunk benne, és abban is, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyre javul a helyzet, mert azt hiszem, hogy ezt kimondhatjuk, hogy egyre több a törvényt betartó, követő árus, illetve vendéglátó egység tulajdonos. Így van, én nagyon remélem, hogy mindenki betartja a jogszabályokat, nem kell eljárásokat lefolytatni, de azt
azt azért ígérhetem, hogy aki viszont nem tartja be a jogszabályokat, azokkal el fogunk járni, ugyanis a hatóságunk a fogyasztók biztonsága érdekében tevékenykedik. Jó, köszönöm szépen, akkor jó munkát továbbra is, és majd visszatérünk erre a beszélgetésre, amikor vannak eredmények, hogy milyen volt ez az év, ezt ígérhetem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót, a Jancsár piacon jártunk, körülnéztünk, hiszen a Jancsár piac is tele van már élettel. Nézzük meg, hogy mit tapasztaltunk ott. A Jancsárkert szombaton is megtelt vásárlókkal nem véletlenül, hiszen a kiváló minőségű szezonális friss termelői gyümölcsöknek és zöldségeknek nagy keletje van. A természet legfrissebb ízeivel, hazai családi gazdaságokból, őstermelőktől származó áruk gyorsan vevőre találnak. Függetlenül attól, hogy az egyes termékek a szélsőséges időjárás miatt bizony megterhelik a vásárlók pénztárcáját. Nagyon időjárás függő volt az idei gyümölcs felhozatal, de most már azt lehet mondani, hogy talán már megjelentek azok a gyümölcsfajták, amelyek máskor azért az előző évben korábban jöttek. Tehát ma már találkoztunk málnával a piacon, és most már elég nagy mennyiségben, sőt befőzési kategóriában is van sárga barack. Cseresznyéből nagyon sok fajta van, és a medgy is megjelent már a piacon. Tehát ugye egy kicsit kezdi utolérni magát a természet, de azért ez az elmaradás az időjárásban megfigyelhető. Ami az árakat illeti, az körülbelül a tavalyi árszinten mozognak a gyümölcsárak. Ugye tavaly volt egy ugrásszerű árnövekedés, de idén nem tapasztalható, hogy az előző évhez képest magasabb árak lennének. Tehát azt mondjuk, hogy bőséges a kínálat, és a gyümölcsökön túl azért látjuk, hogy a zöldségek is most vannak reneszánszon. Valóban, habár még azért alapvetően nem szabad földi zöldségekkel lehet találkozni, kivéve talán a hagyma, de itt is az időjárás okozta, csúszásról beszélhetünk azért természetesen, meg hát amit hozzá kell még tenni a zöldség esetében, az a munkaerőhiány, amivel küzdenek a termelők, illetve a termeléshez felhasznált anyagok körében megmutatkozott áremelkedés. Ezeknél így elmondhatjuk, hogy egy kismértékű áremelkedés van a zöldségek esetében, ellentétben a gyümölcsökkel, amelyek tartják a tavalyi árukat. Egy kicsit csúszik a dinnye szezon is, úgy tűnik. Igen, valóban. Hát magyar dinnyére még egy kicsit kell várni, a magyar sárga dinnyére, görög dinnyére várni kell, amivel találkozni lehet kereskedelemben vagy a piacokon, ezek nem magyar dinnyék még jelenleg. A vedd a hazait, védd a hazait szlogán természetesen tovább él, ugyanakkor nagyon fontos, hogy azok a közösségek, kis közösségek hogy állnak most, miként vészelték át ezt a változékony időjárást és ezt a furcsa helyzetet? Mindenkinek egy kicsit nehezebb helyzete van, és azt hiszem, hogy nem fogunk tudni visszatérni ebben a tekintetben sem a járvány előtti időszakra. Egyszerűen az emberek vásárlási szokásai egy kicsit módosultak, sokkal inkább online vásárolnak, vagy éppen az ilyen közösségeken keresztül, ami viszont pozitívan hat. Fehérváron alakult egy kosárközösség például, és ők egy csütörtöki átadónapon az előzetesen leadott rendelések alapján veszik át az árut. Ők azt a réteget jelentik, akik vagy nem tudnak eljönni időhiány miatt hétvégén vásárolni, vagy egyszerűen nekik ez egy kényelmes vásárlási lehetőség. Most nekünk kereskedőknek ez a legfontosabb, hogy ezekhez a változó vásárlóigényekhez megtaláljuk a változó és a leginkább adekvát kereskedelmi formákat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!